A karácsony előtti két hetet Nyírbátorban töltötte Majoros Bence, aki másfél évvel ezelőtt igazolt a legerősebb európai bajnokságnak tartott német Bundesligába. A 19 éves fiatalember fél évi vizsgáit tette le a Bátori gimnáziumban, emellett családi körben igyekezett feltöltődni a következő szezon versenyei előtt. A 2016-os évre visszatekintve elégedett lett a nyírbátori nevelésű játékos. Számomra ez nagyon sikeres évnek tekinthető. Ugye egyrészt egy elég jó fél évet zártam még az előző szezonban Weinheimben, a harmadik ligában. Ennek köszönhetően most ezt a szezon már a második ligában, Dortmundban kezdhettem. Egyenlőre még 3-as-4-es pozíción játszottam, és egy 14-4-es bilanszal zártam most ezt a fél évet, ami elég jónak számít. És tényleg a fejlődéssel is, az eredményektől függetlenül is nagyon elégedett vagyok, és úgy tűnik, hogy a következő fél évben már felül, tehát 1-es-2-es pozíción fogok játszani, ami előrelépést jelent. Majoros Bence a magyar válogatott tagjaként asztalhoz állt a budapesti felnőtt Európa-bajnokságon. Az egyéni versenyben már továbbjutónak elkönyvelt játékos egy vezetői baklövésnek köszönhetően búcsúzott az EB-től. Ez volt számomra az első, külön öröm volt, hogy ez Budapesten volt, szóval Csekös anyubáék és családtagok, barátok is el tudtak látogatni és tudtak drukkolni nekünk. Ugye ott életem eddigi legnagyobb eredményet értem el, és sikerült megvennem a Karakasevicset. Ugye utána ez ilyen vegyes érzelmekkel ért véget ez az Európa-bajnokság, de mindenképpen tanultam belőle, és az is egy előrelépés jelentett a karrierem szempontjából. Majoros Bence karácsony után utazik vissza Németországba. Tavasszal a csapatbajnoki kötelezettségek mellett az U21-es Európa-bajnokságra és a felnőtt világbajnokságra fókuszál majd a nyírbátori fiatalember.